Olcsó Suzuki eddig is volt a piacon, viszont olcsó és családi méretű Suzuki igazából most érkezett a Balenóval Indiából. Egy 4 méteres autó esetén persze talán túlzásnak tűnik a családi jelző, viszont a Baleno az tényleg ki tudja elégíteni az átlagos családi igényeket. 355 literes a csomagtere, akár hosszában is elfér benne egy fedélzeti bőrönd, és tényleg egészen meglepően nagy a hátsó láttere. Az alapmotorja az egy teljesen közönséges, 4 hengeres, 1,2 literes szívó benzines, 90 lóerővel, és miután ez az autó mindössze 865 kg, teljesen jól viszi. A városban abszolút kielégítő az a menetdinamika, amit kapunk, de ami az érdekes, hogy még autópályán is egészen jól megy ez az 1-2-es Baleno. Futómű az természetesen viszonylag egyszerű, ahogyan gyakorlatilag minden ebben az autóban. Hátul alapesetben csupán dobfékek vannak, még ebben a másodiknak számító GL-ben is. Viszont ez az, amit valószínűleg leginkább venni fognak az emberek, ebben már van légkondicionáló, Bluetooth kihangosítós, CD rádió, elektromosak az ablakok, fűthetők és elektromosan állíthatóak a tükrök. Igazából az alapigényeket abszolút jól kielégíti ez az autó. Autópályán is gond nélkül lehet vele 130-al menni, mentem is vele jó sokat ott is, valamint városban is, és így lett 5,7 liter az eddigi átlagfogyasztás, ami szerintem abszolút jó, és ez az autó így klímával, az említett felszereltségekkel 3,25 millió forintba kerül. Ezzel az élénk motorral szerintem ez egy jó vétel.